Ezúttal nem volt nehéz a szervezők dolga, két hét alatt elkeltek a helyek a 10. strandfoci fesztiválra. Az elmúlt évtizedben egyre népszerű lett a nyári torna csapatok között, néhány évvel ezelőtt már limitálni kellett a résztvevők számát. Mint a rendezvényt felvezető sajtótájékoztatón elhangzott, a mezőny ismeretében ezúttal is látványos megoldásokat láthatnak majd azok, akik kilátogatnak a meccsekre. Azok a régi csapatok, akik ezen a tornán az utóbbi években már mindig elindultak, azok azonnal becsekkolták magukat, és gyakorlatilag 5 megyéből és 14 településről érkeznek hozzánk a csapatok, ráadásul nemzetközivé vált a torna, hiszen Szlovákiából is érkezik egy csapat hozzánk, és én bízom benne, hogy most is ugyanolyan fantasztikus mérkőzéseket láthatnak azok, akik kilátogatnak, hiszen az elmúlt 3-4 évben, amikor már ez nagyon fel lett pörgetve ez a torna, általában 4-5 ezer ember ácsorgott körbe a pálya szélén, és élvezték ezt a fantasztikus játékot, hiszen itt a labda és a játékos általában 80%-ig a levegőbe tartózkodik, hiszen nem csak azért, mert olyan forró lesz a homok, meg forró volt eddig is a homok, hanem azért, mert itt a hátraollózások, a kapusoknak az óriási vetődései határozzák meg ezt a játékot. Mint a házigazda Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta, az elmúlt években a torna szerves része lett a strand nyári program kínálatának. Ez a július közepi fix programunk, szinte mindig ebben az időszakban van, ezen a hétvégén. Először valóban nehezen indult 2011-ben, 6 csapattal, ahogy Dajka Laci bácsi említette, és hát hála Istennek most már azóta hát tényleg meg kell húzni egy vonalat. Először csak 3 napos volt, aztán így csütörtöktől már elkezdjük. Az, hogy 32 csapat rendre minden évben is, volt olyan év, amikor még több csapat is jelentkezett. Én azt gondolom, hogy ez a torna színvonalát is mutatja, és az, hogy 10 éven keresztül mindig meg tudtuk tölteni ezt a keretet. Én azt gondolom, hogy a szervezőknek, a Sportcentrum Kft-nek, a házigazdának, a Sóstó Gyógyfürdők Zrt-nek és az összes munkatársuknak, aki tevékenyen részt vesz ebben a munkában. Úgyhogy így visszatekintve egy 10 évről, most lenne a 11., de hát volt sajnos egy covidos év, amikor ez kimaradt, ez a torna. Hiányzott is. Én bízom benne, hogy még nagyon sokáig fogjuk ezt a tornát megszervezni így közösen, és hogy minél többen jönnek el, mert tényleg színvonalas. Tehát látható, hogy van egy-két olyan nagy csapat, akik játszanak egyébként magasabb osztályokban is, kis pályán. A strandfoci fesztivál csütörtökön 10 órakor egy 4 csapatos női tornával indul. Délután 2-kor kezdődik a férfiak küzdelem sorozata. Vasárnap az állva maradt 16 együttes már egyenes kieséses rendszerben játszik tovább, a döntő délután 4:30-kor kezdődik. Az első 4 helyezett csapat pénzdíjban részesül, valamint jutalmazzák a gólkirályt, a legjobb kapust és a legjobb mezőnyjátékost is. Emellett díjazzák azt a 3 csapatot, amelyek eddig valamennyi sóstói strandfoci fesztiválon pályára léptek.